Van, amikor nagyon szeretem magam, is ő, bevásárlok, tehát ezzel sem szeretnék nem őszinte lenni, de akkor úgy megyek, az. Hát ez, azért, ez, erre, erre lett volna, de akkor átváltok, hogy megérdemlem. Tehát mert ezt megérdemlem. De mindig ott van egyébként most is, hogyha most például tegnap sportruhákat vásároltunk a kislányomnak, valamelyik nagy márkánál, és mikor a kasszánál pedig nem olyan sok dolog volt, fizettem azt az úr itt neki. Azért ott volt bennem azt, hogy Igen. Ebb, ez a pénz, mi mindenre lett volna elég. És akkor utána jött az anya, aki napi három órát edz, akkor megérdemli. De lezajlott Eszter és Eszter között a párbeszéd. Pár jó reggelt, jó napot, jó estét, vagy akár jó éjszakát, attól függően ki mikor hallgat, néz minket. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazine podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, ez életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat. Best Podcast kezdjünk! A heti podcast vendége dr. Varga Eszter a, a, Cápák televíziós műsornak az egyik cápája, és azt nem tudom, hogy tudod, hogy te vagy az egyik legnépszerűbb, amiket én hallok, meg olvasom. Nagyon-nagyon jó kritikákat kapsz. Egyetlen egy rosszat olvas, ha rossz. Valaki azt írta, hogy, hogy rövid hajú, mit lehet tőle várni? Ez volt az <laughs> egy negatív talán, amit olvastam. Ö, mindig rövid volt a hajad? Hol rövid, hol hosszú, tehát hogy általában az ilyen közepes dolgokat, vagy langyos dolgokat nem nagyon szerettem az életbe, tehát vagy így, vagy úgy, és hogy volt ilyen egészen váligérő hosszú hajam még bankos koromban, és akkor heti kétszer ültem hajnalba a fodrásznál, hogy kellően szép fordos hullámaim, <laughs> ha tudjak utána vonulni a bankban, kellően bankszerűen, és aztán úgy belefáradtam, hogy egyszer csak bementem a fodrászhoz, ahhoz a fodrászhoz, Gáborhoz, aki a hosszú hajamat is csinálta, és aki most is vágja a hajamat, hogy vágjuk le. Ez nem is 25 éve volt körülbelül, és azóta ilyen rövid. De jó, nekem nagyon tetszik, mert hát kicsit ilyen hasonlóak igen. Vagyok, főleg a fehér hajaddal. Ezt megtudtam beszélgetés előtt, hogy ez eredeti, ez a ez fehér, tehát van. nem festett. Igen. Hát te korán kezdtél őszülni? Hát az első őszhajszálaim már ilyen 21-22 éves koromban megvoltak, ez a fajtám. Igen? Igen, szüleid? igen, igen. Igen, igen, anyukám és apukám is, amik értek Mind a kettő nem, anyukám még él, de ő is ilyen őszülés volt, de édesapám is ugyanilyen. Fiatal. Gyorsam. vesztetted el az édesapádat? Igen, azt, igen, azt igen. Hallottam, olvastam. Igen. Mennyire volt ez számodra megrázó nyilvánvalóan, de a, a jövőben, a jövőben életedben, hogy határozta ez meg a további éveidet? Hát ö, ez életem egyik legnagyobb traumája volt. Ö, 54 éves volt, nagyon fiatal, nagyon fiatal. Majdnem, hogy most Igen, körülbelül te vagy igen, annyi. igen, igen. Ö, egyébként, mikor a férjem 54 éves lett, egész évben árgus ö, szemekkel mentem a nyomába, hogy és mikor eltelt az 54 hogy nem történt semmi, így megnyugodtam, tehát ez úgy belém rögzödött, hogy nehogy történjen valami és szívinfartust kapott, semmiféle előzménye nem volt neki, és mi egy nagy szeretetben élő, működő család voltunk, és ez olyan hirtelen jött, hogy ez az abszolút sok volt a számunkra, és a csoportdinamika ezután erősen megváltozott. Úgy mondom, hogy én parentifikálódtam, tehát, hogy fel kellett nőni, hogy eddig volt egy nagyon jó apukám, egy nagyon jó anyukám, meg egy testvérem, és mi így négyen a, a, a bástya, a bástya volt, hogy mindent megoldottunk, és nagy szeretetben éltünk, és ugye ezután ugye mindannyiunknak fel kellett dolgozni azt, ami történt, és hát úgy alakult, hogy tulajdonképpen csoportdinamikailag kvázi élettem a család fő a családban. Tehát, hogy nem, a, nem az, hogy elvesztettem az édesapám, hanem ez egy traumát fel kellett dolgozni, és kaptam is egy új szerepet, és ö, utána háromunknak kellett felépítenünk ismét az erős bástyát. De ö, jó értékrendünk van, jó életszemléletünk van, úgyhogy ezt meg tudtuk csinálni. Szoktuk is mondani, hogy na, apa ott ül fent a felhőn, és most azt mondaná, hogy... Hogy elégedett Igen, igen, igen. Hallgattam veled egy beszélgetést, és azt tűnt föl benne, amikor azt mondtad, a cápákról beszélgetettek, hogy a stúdióban a fölvétel. Csak gyorsan föllapoztam, hogy hova valósi ez a Varga Eszter, mert a fölvétel az szögedés környéke. Ez így van. Így van? Így, így, Azért így. ezek a beidegződések megmaradnak. Hát, hogyha megyek anyukámhoz haza, most már Szegeden él, akkor automatikusan őre váltok, és amíg éltek az anyai nagyszüleim, akik üllésen laktak, ott ével beszéltek, tehát hogyha ővel beszéltünk, beléptünk nagyapámhoz, ott ketten át kapcsoltunk azonnal ébe, úgyhogy én több tájszólásban is mozgok. Egyébként ezt én azért szeretem mondani, mert hogyha vidékiekkel találkozom, és van, hogy bocsánatot kérnek, hogy, hogy tájszólással beszélnek, és én mindig erősítem, hogy ez annyira gyönyörű. Nehogy, Na már, én nem. nehogy már bocsánatot, sőt, erősítsék, hogy micsoda tájnyelvek vannak, és milyen, milyen gyönyörű ez a történet. Szatymazról való vagy, és az jut eszembe, hogy nagyon sokra vitte. Tehát abban megegyezhetünk, hogy itt a pannonite vagy a tulajdonosa és vezetője, hogy el tudod azt ma képzelni, hogy most a 21. században Szatymazról elindul egy falusi kis paraszt kislány a földekről, és hogy ilyen magasra jusson, ilyen tanulmányai lehessenek, bejárhassa a világot, ösztöndíja minden szempontból, mert én nehezem. Most itt ellent fogok mondani, abszolút el, tehát hogy akkor szatymaz vidék, és utána felugrunk Budapestre, és mondjuk a, a bankszektor csúcsára. Nagyon meglepődnél, hogy hány vidéki kollega van, és hogy ha végig kérdeznéd a, mondjuk a top 200-as cégeknek a vezetőit, hogy hány hasonló sztoriba botlanál bele. De hány évesek? Én most a, a, a gyerekekre gondolok, hogy egy mai gyerek, aki oda születik, és elindulna azon az úton, amint te. Nem, nem látom kizártnak, és nem látom lehetetlennek, mert ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy olyan jó, erős vidéki általános iskolák vannak, jó, erős értékrendel. És egyébként, ha meg a talentum és a tehetség ott van a gyerekben, akkor azt a jó Isten se tudja megakadályozni, hogy kibontakozzon. Ez így, van. Ez így van. Tehát, hogyha tehetséges a gyerek, akkor, akkor az manifestálódni fog később valami jó kis sikeres történetbe egy adott szakmán belül. És az a megkülönböztetés sem bántott téged, amikor Szegedre kerültél középiskolába, és kettő közül lehetett választani, és a jobbikat szeretted volna, és a másik jobba kerültél be, de nem oda, vagy te mondván, hogy oda vidéki gyerekeket, vagy falusi gyerekeket nem vesznek föl. Azért ez egy elég bántó dolog egy jó képességű kislánynak. Az akkori gimnázium igazgatója azt gondolta, hogy ő a városi iskolákból kívánja feltölteni az osztályokat. Biztos az volt a komfortzónájában, vagy onnan volt ugye tapasztalata, nem mert bennünket megkockáztatni, és egyébként ez most is nagyjából ugyanígy működik ebbe a két gimnáziumba, hogy ebből mit sem változott egyébként. Pedig lenne egy jó példa, hogy érdemes próbálkozni. Igen, igen, igen. igen. Ö, másrésztről pedig ö, ugye most már vagyok annyi éves, hogy lássam, hogy ezekből a traumákból azért jól is lehet kijönni, és jól is lehet tanulni. Tehát, hogyha megnézem, hogy utána mindig mik történtek, mikor kaptam egy ilyen nem nem is nevezném traumának, inkább úgy mondom, hogy életfeladat, mert trauma az attól ö, keményebb dolog, hanem kaptunk egy ilyen életfeladatot, ö, ez saját élményű tanulásként lehet értelmezni, és ö, az ilyen életfeladatokon keresztül tudsz jól megedződni az élethez, tehát az így hamar kiderült, hogy ez a nincsen semmi ingyen nem kapunk, nincs ült galamb, meg kell dolgozni, ha így nem, akkor meg kell nézni, hogy, hogy lehet másképpen, és ez egy ilyen szívós kitartást nevelt belém, hogy sajnáljuk egy picit magunkat, de utána rázzuk meg magunkat, és akkor nézzük meg, hogy hogy lehet megoldani másképp. És egyébként ez, azt kell, hogy mondjam, hogy mi az egyik Kulcs erősségem így, ö, mikor már öreflektív felnőtt az ember, és megkérdezik, hogy mi, akkor ez. Tehát én nagyon-nagyon soká mondom azt, hogy, na, nincs más lehetőség, és hogy feladtuk. Hogy van-e még, vagy mindent megtettem-e. Igen, ez a mindent megtettem, ez egy jó mondat. Talán ezért jó ez, a, ez az erős paraszti vér. Ott azért megtanuljátok a természet erejét, a küzdelmet, hogy, hogy ebből kell megélni, és nem lehet hátradőlni. Tehát essen az eső, verjen a jég. Ja, persze. Ott kell lenni. Igen. Tehát nem, nem, egy értelmiségi könyvtárból indultál el, ahol csak fölnyúltál a polcra, és egész nap olvashattál, de csak azért mondom, hogy a te gyerekeid már egészen más körülmények között nőttek föl. És nyilvánvalóan nem lehet visszalépni, tehát erre mondják, hogy nem teszek téglát a gyerekem elé, hogy direkt essen hasra, esra, hasra esik önmagától is, de valahogy, valahogy hogy jön ez a gyereknevelésben, amit te kaptál, a te értékrenddel, hogy ne roncsd előtt. Hát egyrészt megvannak a saját feladataik, tehát hogy ezt szisztematikusan kicsikoroktól úgy építem fel, hogy minden évben egyre több feladatot kell, hogy elvégezzenek. Ugye annyiban más az ő életük, hogy ők az iskola után nem hazamennek és akkor ott a ház körül dolgozgatnak, hanem mind a kettő versenysportoló, tehát ők mennek a napi két-három órás edzésükre minden áldott nap iskola után. Ők akarták? Igen, igen. a sport az, a, tehát, hogy az édesapjuk válogatott kajakozó volt, tehát, hogy ez például a férjemnek a nagyon fontos értékrendje, hogy a sport mit tanít, és hát ez így, így, így hogy ez a nevelés alappillére volt, hogy ha ovifoci volt, ovifoci volt, hogyha Hip-hop táncolt, picikorába kis, vagy akrobatikus rockendrozott. Tehát, hogy valami mozgás minden nap volt. Tehát ez úgy épült beléjük, hogy utána természetessé vált. A kislányom, ő, ő maga döntött a teniszezés mellett, a kisfiam az egy enyhén, kényelmes fajta személyiség, <gül> <gül> és akkor azt mondta a fénem, hogy bele kell rakni a vízbe, mert ott muszáj. Azok jó. Vagy megfullad. Ő így lett vízilabdázó. Hát, igen, igen. Mert őt is elvittük a tenisz, és mondta, hogy így üssék ide. Ő biztosan nem fog szaladni a labda után. És akkor mondtuk, hogy jó, hát akkor... Mm, akkor mi az a körülmény, ami lehetővé teszi, hogy mozogjon, és akkor víz. És akkor először úszni vittük, de utána ott meglátták az úszodába, és így kikapták, hogy ennek a gyereknek vízilabdáznia kell. És milyen szinten vízilabdázik? Persze a BVSC-be vízilabdázik, úgyhogy bébi bajnokságban. Jaj, de jó. A női vezetőkről volt egy idő, amikor mindig az ember rossz véleménnyel volt, hogy Isten csak az ne legyen, mert attól függ a kedve, hogy szerelmes vagy nem szerelmes, vagy otthon hogy van, ezt a férfiaknál nem tapasztaljuk. Hát nem ismerjük egymást, mert most találkozunk először, de hogy láttalak téged a cápában, nem ez a kép jött le. Tehát valahogy te női vezető vagy, nő vagy, ember vagy, anya vagy, gyerek vagy. Tehát valahogy úgy minden együtt van, és egy mosolygós, valahogy a ráncok még nem jelentek meg az arcodon. Jó a sminkem. Igen. Ö, ez, a, ez egy nagyon ö, szenzitív kérdés, de én mindig embert látok, és nem nőtt férfit. És itt én csinálnék egy ilyen kettébontást, mert ez a női vezető, mennyi női vezető, mi a voltak, Hát itt bőven van tennivaló, és én ezzel mélységesen egyetértek. Általában, mint társadalmi kérdés de hogyha személyesen ö, kell most itt nyilatkoznom, azt kell, hogy mondjam, hogy nekem soha semmi bajom nem volt, se női, se férfi vezetőkkel, tehát a saját tapasztalatomból kiindulva ember van, és hogyha az embernek olyan a személyisége, akkor igenis jól kijön akár férfi, akár női vezetőkkel. És én személy szerint például így, úgy mondom, hogy jó kijövök a fiúkkal, tehát, hogy semmiféle problémám nincs velük. Ők is kijönnek jól velük? Ki, ki, ki. Mm -hmm. Tehát, hogy igen, 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 de hogy ez mondjuk úgy mondom, hogy ez a kettes számú erősségem, vagy hogyha amit kiemelhetnék, hogy nagyon egyrészt szerettem az embereket, másrészt ö, szerintem jó kommunikálok, és jól is tudok hozzájuk kapcsolódni. És kíváncsi is vagyok, és érdekelnek, tehát még ez én ilyen ez a UFO vagyok, de én szeretem és kíváncsiak, kíváncsiak vagyok rájuk. Mesélek neked egy példát. Egyszer egy tréninget kellett egy világcégnél a felső vezetővel készítenem. Az volt a feladatom, hogy mint újságíró kérdezzem, de neki mélyen. Tehát bele a kést. Uh -huh. és egy nagyon helyes, nagyon szimpatikus nő volt, és elkezdtünk beszélgetni, megérkezett kis kosztümben, ugye, hogy ez szokás mostanság, és akkor elmondta, hogy ő milyen fontos, és hogy minden a munka, és hogy reggeltől estig, meg éjszakáig, és akkor és nincs család, de, de van gyerekem, de nagyon jó a babysitter, és a babysitter megy az óvodába, és mondom, ha anyák napja van, hát most nem tudtam elmenni, mert nem értem rá, és a babysitter. A végén úgy fejeztük be ezt a a interjút, hogy a nő zokogott. Valahogy szembesítettem vele, hogy most nem akarom csúnyán kifejezni, hogy milyen anya, de olyan anya. Hát aztán, hogy mi a vége, szerintem visszacsöppent a hivatali székébe, de hogy valahogy kellenek szerintem, mert az ember úgy indult, nem tudom, hogy te hogy indultál az életben, hogy biztos, hogy a legjobb vezető leszel meg minden szempontból, hogy hogy lavírozik hogy az ember, hogyha mondjuk beteg a gyerek, vagy az anyukája, vagy, vagy szüksége van a gyereknek rád, akkor mész és rohansz, és ott az irodában ülsz, és te vagy a főnök, vagy akkor tudsz mérlegelni? Hát rugalmassan leginkább. Tehát rugalmassan. Most azt tudom mondani, hogy nálunk például úgy működik, hogy miután a férjem is felsővezető, nagyon terheltek vagyunk, a gyerekek versenysportolók, tehát, hogy itt mindenki ezerre tolja a saját dolgát, tehát nincsen, hogy kicsit vissza, kicsip, hanem mindenki nyomja, ami a csövön kifér a saját szintjén. Én nem, hogy mondjuk kisebbek voltak, és még versenyről nem volt szó. Ő. Csak miután a, érzelemről? Igen, tehát, hogy nagymamák vidéken, tehát ők hétvégi vendégek voltak, tehát úgy kellett berendezkednünk, hogy ugye nagymama nincs. Hát azért anyák napján én mindig ott vagyok, és úgy alakítottuk ki, hogy bár van segítségünk, tehát miután nem is Budapesten lakunk, hanem Pest mellett, mert ugye nem bírok nem kertes házban lakni, tehát, hogy itt a falusi gyökerek megvannak, hogy nem bírom elképzelni, hogy ne legyen egy terasz vagy egy kert, ahova ki tudok lépni, vagy bogarászni nem tudok a kertbe, vagy nem csiripelnek a madarak, de hogy azért ez úgy van fölépítve, hogy abszolút a minőségi idő mindig be volt építve. Tehát most itt őszintén elmondom, hogy, hogy a minőségi idő fontosabb volt, mint ad a házi munka adott esetben. Tehát az, hogy a gyerekemmel minden nap meg tudjam kérdezni, hogy mi volt a legjobb, mi volt a legrosszabb, mi történt veled, együtt megyünk az óvodába, együtt mentünk, mindig késésbe voltam, és akkor ez volt a, hogy késésbe voltam, és mindig mondták, hogy akkor melyik zenét rakjuk be hangosra, és én meg orr az előttem lévő autóban, hogy nyomjad már Joe, azt a pedált, és ez a gyerekeknek megmaradt. Hogy most is, hogyha valaki lassan megy előttünk, akkor mondják, hogy nyomjad már Joe, a pedált. Tehát, hogy ilyen jó hangulatú ö, emlékek vannak, és ö, hogy az volt, hogy vagy együtt megyünk, vagy hozzuk. Tehát valamelyik ö, szállítási elem az a szülőké, tehát vagy az enyém, vagy a férjemé. Most például általános iskolás korukot ez úgy változott meg, hogy most már mi visszük, és mi is megyünk felosztva értük edzésre, már hogy most már elég későn végeznek, hogy mi menjünk értük, de hogy ez nagyon fontos, hogy nálunk például nyugodt reggeli van, tehát inkább mindenki időbe igen korán föl kell, de meleg reggeli van, szépen nyugodt. Meleg, az mit jelent? Hát, hogy mindenki, amit kér, hogy bundás kenyeret rántottát, tükörtojást, erre adunk hat konyit már a bolt, friss te rohanunk, Vagy te vagy a férjed, fér gondolom nem fér a gyerekek rohannak. Nem, 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 mi elosztjuk. Tehát aki készíti a rántottát, az nem megy, a másik megy a boltba, de hogy így az a érdekes módon az a békésebb időszak, és akkor lehet turmixot kérni, juice kérni, stb., mert utána mindenki megy a szélrózsa irányába, és nem egyszerre érnek haza, tehát nem egyszerre kell őket összeszedni, meg akkor már tanulnak, vagy külön órájuk van, és akkor ez a reggel a stabil, de van stabil indulási pont. És este vacsora, közös vacsora, vagy? Az nem, mert mindenki külön. Tehát a gyerekek, nem. tehát hogy még ha mi ott is állnánk vigyázba, a gyerekek nem érnek haza addigra vagy akkor már fölrohan tanulni, vagy nem, akkor lehet, de hogy beszélgetés van, csak akkor nem együtt ülünk, hanem ez a, aki, akivel össze találkozik a házban. De megvan. De nagyon sokat foglalkozol magaddal. Most nem úgy, hogy kisminkeled vagy a hajaddal, hanem, hanem a, a, az építéseddel, az önismereteddel, a fejlődéseddel. És hogy a gyerekekről beszélsz, meg a családról, ott is érzem ezt a tudatosságot. Hogy megvan ez tényleg, vagy csak vagy igen. Rosszul érzem? Nem, igen. Tehát, hogy ő, én későn szültem, későn szültem. Ezt a későt tegyük rendben, mert erről beszéltünk, most már nem késő. Igen, igen. 38 évesen Szinte igen, 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 szültem, meg Rozikát, a kislányomat, és addigra azért elég tudatossá tudott válni az ember, meg meg volt az, hogy akkor ezt is jól akarom csinálni. És ebben még így át is estem, úgymond a, a maximalizmusommal a ló túloldalába, tehát még elmentem gyermektermészetgyógyásztam folyamra, hogy azt is kitanuljam, hogy mit mivel kell kezdeni. Tehát, hogy olyan tudásom volt, hogy a védőnőtől nem jegyzetelt, mert akkor. Arra is felkészült, Arra, arra is felkészültünk, ö, és hogy én amíg a. Még a ö, Kisebb, addig, amíg a kislányom el nem ment óvodába, és a kisfiam is ilyen korai oviscsoportba. Addig én nem dolgoztam. Tehát, tehát három évig nagyjából négy, otthon voltam. Négy, 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 évig, négy évig otthon voltam. Mondjuk tanulni elmentem, mert a coachingot akkor tanultam meg, de az egy ilyen jól ütemezhető, meg pár órás, meg akkor az segítsége meg lehet oldani, tehát annyi volt a felnőtt világhoz való kapcsolódásom, hogy akkor mentem el a KPMG-hez az exekutív coachingot tanulni, tehát ennyit engedtem meg magamnak de alapvetően én akkor háztartásbeli voltam, és a családdal és a gyerekekkel foglalkoztam. Egyébként ezt, mikor így megtudtam, és hallgattam, néztem, akkor ezt nagyon irigylésre méltónak tartom, amit csinálsz, ugyanis ilyen úri luxusnak tűnik, hogy az ember elrohan kócshoz, és némi segítséget kér, de nagyon lerövidítheti ezzel a, a gondjainak az idejét, mert ha bizalabban a szakemberrel ben, akkor, akkor egy párbeszédben megoldotok egy csomó dolgot. De itt a jó szakember megkeresése a, a nehéz, mert mert most már kócsok a fű alatt is kinőnek. Igen, igen, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy van ö Két-három nagyon komoly nemzetközi coaching szövetség, és azért a magukra valamit adó kócsok azért ö, valahol minősítve vannak, én például az ICF által, úgyhogy azért ö, van már minőségbiztosítási rendszer, és hogyha ezekkel a minősítéssel rendelkező szakembert választanak, azért ö, nagyon nem tudnak mellé nyúlni. Mit szól az édesanyját hozzád? Nagyon büszke nagyon büszke rám, hallgatja a podcastokat, nézi a cápát, és, és mindig mondja, hát, Eszterkém, ez fantasztikus. Mm -hmm. Azért kérdezem, mert én is néztem egy podcastot, egy fiatal fiúval csinálta, vagy ő csinálta veled, úgy tűnt, mintha a rozilányodnak valami jó ismerőse lenne, és hát látom a generációs különbséget. Most már hat generáció él egymás mellett, ezt megtudtam Steigerwald Krisztiántól, a generációkutatótól, és ahogy ez a fiú beszélgetett veled, konkrétan a felét nem értettem. Tehát egy, egy másik világ volt már az ő világa. Ezért kérdezem, hogy az anyukád vajon érti-e sok esetben, hogy miről van szó. Nem csak a banki kifejezéseket, hanem általában a kifejezéseket, amik divatossá váltak a, a fiatalok körében. Hát engem még ér, de az unokákat már nem biztos. Tehát, hogy ott ez már érződik. De hogy ott már én is le vagyok akadva, tehát a kisfia, amikor mondta, hogy anya, tudod, mi lesz pénteken? Mondom, jön a fortnite az új season, és már csak ötöt kell aludni. és, és de teljesen üvegesen néznék, de hogy kapcsolódok hozzá, hogy ez mekkora öröm, és gondolom, hogy mit szeretnél, hogy lesz, mi lesz benne a jó, és lelkesen elmeséli, és azt az energiát szeretem meg, ahogy meséli, ma a tartalmához annyira nem tudok kapcsolódni. Édesanyád internetezik? Nem, ő a kisfiam, csak ahogy én... Azt értem, én... csak hogy az édesanyján. Igen, igen. Tehát igen, ő azért igen, annyira, abszolút, annyira hozzáfejlődött. Abszolút, a... Persze, abszolút, abszolút. Facebook most követő. azon, mi maradt a te faludból? Visszajársz-e még oda látogatóba? Ö, igen, ö, keresztül szoktam menni rajta, meg mindig a gyerekekkel megyek, hogy itt lakott anya, megmutatom nekik, hogy nagyon nagyot nőtt, tehát azok az utcák, amik már a falu vége voltak, ahhoz képest már dupla akkora dupla akkora a falu, de egyébként ugyanott van a bolt, az iskola, a művelődési ház, tehát hogy bizonyos dolgok nem változtak, de a falu mérete óriásit nőtt. Tehát ugye a az egy nagyon nagy község már. De te hivatalosan jogász vagy, ugye? Igen, igen, az igen. első diplomám. Ja, azért, igen, mert igen. valami közgazdaságtan hiányzott nekem mellé, tehát azt. Mondta. Igen, igen, igen. És jogi pályát nem is akartál? Ö, hát ugye ez is egy sztori, hogy ugye a véletlenek, tehát a szorgalmas munka mellé, hogy mi kell még megszok, tehát a véletleneknek is ugye óriási szerepe van, mert ö, amikor elvégeztem a jogi egyetemet, akkor el kéne menni valahová dolgozni. És akkor... Ö, Budapesten éde... végeztél? Nem, Szegedem. És a Jatén, ami most már Szegedi Tudományegyetem, Egyetem. És ö, édesanyám... Ö, a humánusztályon dolgozott a Taurus-ba, ami azóta kontinentál, meg már volt, néhány tulajdonos váltás, és ott volt neki mentoráltja Domonkos András, a Lombard Lizingertének az alapító tulajdonosa, és ugye ő is a gumigyárból indult, András, és utána egy igazi sikersztorit csinált életében, szintén ugye pénzügyi területen, a leasing területen, most meg már befektető, és miután nagyon jó kapcsolatban volt édesanyámmal, akkor édesanyám szólt, hogy hát akkor végzett a gyerek, és hogy nincsen valami munka neki. És akkor engem fölvettek a Lombardhoz, így bekerültem egy pénzügyi céghez, ahol ilyen féljogi, félpénzügyi területeken, de mert a kintlévőségeket kellett kezelni, ami egyébként egy komple nagyon komplex feladat, és akkor így ö, ö, kerültem bele tulajdonképpen a pénzintézeti szektorba, és ott az egyik ö, Lombardos vezető, Kér, ö, kapott felkérést annak idején, hogy a Unic Bank, ez a Raiffeisen, még előző neveme volt Unic Bank, Raiffeisen, Unic Bank és Raiffeisen Bank, hogy a kecskeméti fiókot megalapítsa, és akkor oda a kecskeméti fiókba hívtak ö, engem el, és így léptem a banki ö, pályára, és ott ö, be kellett menni a humánosztályra, és akkor nézték így a papíromat, hogy jó, ez hogy akkor... Akkor most akkor látják, hogy ez itt egy summa kumlad a jogi diplom, akkor most én a jogi területre szeretnék, vagy az üzleti területre? És én rávágtam, hogy én az üzletire szeretnék. És gyakorlatilag így léptem az üzleti pályára, és akkor utána már a bankba dolgozva szereztem meg ugye a közgazdasági minősítést is. A banki pályámhoz. On the job. Ha az édesanyádnak mondjuk egy ügyvédirodához van kapcsolat, akkor lehet, hogy büntető jogász leszel, vagy bíró, vagy ügyvéd, vagy. Igen. Igen. De bármit csinálnál, mindent ilyen tehát maximalista. Jó kell csinálni. Jól kell csinálni. Jól kell csinálni. De van olyan, amit nem szeretsz csinálni, de muszáj. Ja, persze. Vasalni. Na hát, az igen. Igen. Tehát, hogy van. tehát hogy de Egyébként mindig ezt szoktam mondani, hogy a, 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 takarítást például azért szeretem, mert annak azonnal látszik az eredménye. Tehát, hogy mikor ilyen elméleti munkát csinálsz, hogy bankár vagy, hitelt adsz, követeléseket kezelsz, ö, ez mind ilyen papírmunka, ha úgy tetszik. Tehát akkor finanszírozási kereteket tárgyalsz ki. Tehát, hogy ö, annak nincs ilyen látható produktuma. És az az érzés, mikor kidoválod a szőnyegeket, leszed a pót, mindent le, és akkor az el a gyöngyvirág illatú fölmosóval fölmosol, <laughs> és utána visszapakolsz, hát az nagyon nagy elégedettséggel tölti el az embert. De akkor mi az, amit biztos nem szeretsz? A mezőgazdasági munkát. De azért mégis kertesházra vágytál. Igen, Pici igen, igen de hogy ő, ő, gyakorlatilag virágaim, mondjuk az sok, de virágaim vannak, de mondjuk már nem csináltam magamnak is kertet. Abból pont elég volt. Abból pont elég volt, igen. Nagyon, nagyon szép pályát futottál be, és az jut eszembe, hogy egy, egy, egy szatymazi kislány miről álmodozik mondjuk 8-10 évesen, hogy mi lesz belőle? Milyen útravalót kaptál, vagy merre indítottak mondjuk ilyen picinek a szüleid? Ugye ez megint a mezőgazdasági munka, ez, ez nagyon ö, ö, szimpla, egyszerű történet. Mindig marogtam, hogy menni kell, gajat szedni. Mindig munkát. És apukám meg mindig azt mondta, ha majd nem akar, ezt úgy tudod elkerülni. Kislányom, ha tanulsz, ha nem akarod ezt csinálni, akkor tanuljál. Tehát, hogy az nem volt meg, hogy én mit akarok csinálni, hanem hogy mit nem. És akkor elmondta apukám, hogy ahhoz tanulni kell. És jó, akkor ezt vettem a lapot, hogy tanulni kell. És megkaptam, ha kaptam ö, egy négyest vagy háromast, ma azért annál rosszabbat nem nagyon kaptam, akkor megkérdezte, hogy ö, ö, mindent megtettem-e, vagy lehetette volna még csak. nem és tudta, hogy már akkor kocsként üzemelt édesapám. Tehát, hogy micsoda kócsos kérdés, és akkor mindig így elgondolkodtam, hogy lehet, hogyha még egyszer olvastam volna, akkor. Jól sikerült volna. Hogy akkor meg. Igen. Tehát, hogy. Tehát ez volt, hogy ha ezt nem akarom, akkor tessék tanulni, és hogy mindent megtettem-e az adott feladat. Jó, ja, de te jó alany voltál ezek szerint ehhez, mert lehet, hogy ugyanezt a papolást más gyereknek mondják, aki legyint és teljesen más csinál. Tehát megvolt a, a vevőkészüléked ehhez. Igen, ebből, ebben a szempontból például a hugom az nagyon érdekes volt, és hogy ott is, hogy milyen jó stratégiát követtek a szüleim, hogy a hugom ugyanígy ebbe a gimnáziumba járt, mint én, ugyanúgy nagyon jó eredménnyel végezte, de kijelentette érettségi után, hogy ő nem akar tovább tanulni. És akkor mondták a szüleim, hogy jó, akkor el lehet menni dolgozni. És akkor elment egy KFT-hez, ilyen mindenes irodavezető, stb. reggel fölkelni, korán a buszra, bebuszozni, utána a vize. Egy évig csinálta, mondta, hogy inkább tanulok. Tehát neki volt egy egyéves ilyen köre, és utána elvégezte Kiváló minősítéssel a Szolnoki Külker főiskolát. És utána ő is ö, ö, vezető lett Magyarországon a kereskedelemben, csak a kereskedelmi területen lett. Kimentem eléd, most hogy jöttél, és vannak előítéleteim sajnálatos módon. Azt hittem, hogy valami óriási, nem tudom milyen luxus autóval érkezel. Még a sofőr is benne volt, úgy elképzeltem, hogy hogy érkezik Varga Eszter, doktor Varga Eszter. Hát ehelyett egy ilyen kis icipici kis autóval. Tehát semmi olyan nagy álmod, vágyad nincs, hogy ilyen nagy luxus legyen az életedben, meg ez a kivagyiság, hogy én vagyok a pannon hitel, tehát tessék ezt észrevenni, hogy ki vagyok én? Nincs. Az, tehát, hogy az autónál, tehát ez is, hogy mindig azt mondom, hogy ö, legyünk őszinték, azért mikor az első exit meg volt az első céget eladtuk, akkor vettem magamnak dizájnertáskát. Aztán három-négy dizájnertáska után már nem veszek dizájnertáskát. Akkor, akkor vettem nagy autót magamnak, ö, nagyon szerettem. Én 20 akkor, éves voltál, nem? 30, tehát fiatal. Ebből 30, 8 Igen, tehát 37, 38. Ez igen, mindent. Igen, igen, igen. Mondjuk akkor a, mondjuk a babakocsi belefért, tehát ilyen előnye volt azért a, 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 nagy autónak, de hogy utána már nem vettem. És ez is, hogy ez az autó, ugye ez a... Mini Morris igen, mini igen. a Mini Countryman, ezt egyszer Toszkánába, Kortonába üldögéltem, ott, ahol a napsütötte Toszkána oh, játszott, és megláttam jön. ezt az autót, és mondtam, nekem ez kell. <laughs> és hogy a cél, hogy eltezem és azóta ez van. De ez egy Tehát, autó. hogyha eladom, akkor veszek még egy mini countryment. És akkor van egy Imádtom. nagy családi autó, ahova mindenki bőségesen belefér. Igen, igen. A család. Egyébként ebbe is, be, tehát, hogy jó, mondjuk nyaraláshoz nem elég, de mondjuk ahhoz, hogy négyen iskolával, iskolatáskával, meg mit tudom én, a bevásárlás megcsinálják, arra ez is elég. Szerinted sokat számít az embernek a, a múltja gyökere, hogy honnan jött? Nagyon, nagyon. Hogy milyen értékrendel érkezett? Abszolút. Abszolút. Nagyon-nagyon sokat számít. És ugyanúgy, ha elmész vásárolni, megnézed az árakat, és akkor azt mondod, hogy ez nem árérték arányos, köszönöm, nem kérem. Igen, ez olyan érdekes, hogy ruhába és cipőbe is minden. Van egy ilyen határ, hogy bár megvehetném, de ezt már nem. Van, amikor nagyon szeretem magam, és ö, bevásárlok, tehát ezzel sem <suk> szeretnék nem őszinte lenni, de akkor úgy megyek az... Uh, hát ez, azért, ez erre, erre lett volna, de akkor átváltok, hogy megérdemlem. Tehát mert ezt megérdemlem. De mindig ott van egyébként most is, hogyha most például tegnap sportruhákat vásároltunk a kislányomnak valamelyik nagy márkánál, és mikor a kasszánál pedig nem olyan sok dolog volt, fizettem a kasszán. Az úr Isten itt neki. Azért ott volt bennem azt, hogy Igen. Ebb, ez a pénz mi mindenre lett volna elég. És akkor utána jött az anya, aki napi három órát edz, akkor megérdemli. De lezajlott Eszter és Eszter között a párbeszéd. Hogy vagy azzal, hogy egy bizonyos társadalmi réteget képviselsz? De pontosan tudod, hogy azért nem te vagy a feltétlenül jellemző ebben az országban, hogy a társadalmi különbségeket hogy tudod kezelni. Mert én azt látom, hogy, hogy amit régen gyerekkoromban a nagy nyugat fele láttam, hogy lehet egy, egy nem tudom én, egy NSZK-s milliómos távolról a barátom, de soha nem lehetek az otthona része. Mert ott már lehetett tudni, hogy van egy fal köztünk. Hogy te ezt hogy látod? Egy, egy oldalról? Én se lefelé se fölfelé nem érzem ezt. Tehát itt is azt tudom mondani, hogy itt ember van és tudunk kapcsolódni, vagy nem tudunk kapcsolódni. Van, akihez se tudok, meg lefele, meg a saját szintemen sem tudok kapcsolódni. De általában, amilyen nyitottsággal közelítek az emberekhez, általában ez nem, nem szokott problémát okozni semmilyen szinten. Az egy érdekes történet, hogy amikor a bankban voltam, és az első cégemnek a befektetője a Nobilis Kristóf volt, és a, a, ö, akkor finanszíroztuk meg az Almádi Jaktklubot. Tehát, hogy a banki ügyintézést azt megcsináltam, és akkor Kristóf mondta, hogy menjek le. És akkor mondtam, hogy tudom én, hogy mi a dolgom, ez a használtok egészséggel, de elvégeztem a feladatom, én nem vagyok oda való. És akkor a Kristóf fogta magát, bejött hozzám bankba, és ott kézzel írva írt egy meghívót, hogy jöjjek le. Tehát, hogy ő Mind tulajdonosként, mind befektetőként, mind volt ö, ügyfélként fel akart emelni. Tehát, hogy ő, ő például nagyon dolgozott azon, hogy például ezt a gátlásomat leépítsem. De, hogy még mondjuk ilyen 20-30 éves elején abszolút nem volt ö, nekem természetes, hogy a top felső réteg, ö, hogy is mondjam, életébe részt vegyek, azon kívül, hogy mondjuk finanszírozom az ügyleteiket. De ez egy jó. Én emlékszem rá, újságíró voltam, kezdő újságíró, és a hungarok kamionnál dolgoztam. És nem volt autóm még, és egy ilyen nagy fogadásra kellett menni, és akkor még ez a sárga kis babetta robogóval jártam, de nagy estejébe mentem. Nekem mint, a, zöld volt. Neked a tudod, zöld volt. Igen, igen, mint az mint a tűr. a majom, tudod, a köszörű be kellett indítani, és mindenki mondta, hogy így nem lehet oda menni, hogy hogy képzeled, taxira nem tellett, Hát mondom, ez van. És oda mentem, és leparkoltam a Kempinski előtt, ugyanúgy jött a portás és segített, de jött a vezérigazgató is, és lesegített. És pont azt mondtam, hogy na ez az elegancia, hogy nem tett különbséget, hogy egy Rolls Royce-ból szállok ki, vagy a kis sárga babettámból, és ez olyan önbizalmat ad az embernek, de ez azt kellett, hogy merjen magamat vállalni. És én mindig ezt szoktam mindenkinek mondani, hogy amit te gyakran mondasz, hogy legyél önazonos, és, és vállald magad, hogy ilyen vagy, és ezt tudod adni. A legjobbat abból. Amiben a történt, történt, hogy például már 2004-ben eljöttem a Raiffeisenből, de a biztonsági szolgálat még mindig, ö, 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 a biztonsági szolgálat kollégái között még mindig vannak azokból az időkből, mikor még én a bankban dolgoztam, és úgy örülnek, is, akkor, ha van valami üzleti dolgom, rá kell az időt, mert azért ott végbeszéljük, hogy kinek, születedjek, mekkora, hogy elballagtak, stb. Végbeszéljük velük, hogy kivel mi történt. Ez jó. Egyébként nem véletlen, hogy szerintem te vagy a cápák kedvence. Én ezt itt a bestes ilyen közvéleménykutatásokból tudom, hogy kit szeretnek az emberek azokat szeretik, akik közénk való. Akik nem játszák meg magunkat, úgy fogalmaznak mindig, hogy lehetne a szomszéd asszonyom is, pont olyan, mint én, mert főz, mert porszívóz, meg vásárol, és nem akar többet mutatni magából, mint ami valójában. Mert ami több, az a bankba való, az nem a hétköznapokba való. Itt azért még szeretnék mondani, hogy azért van segítségem otthon, mielőtt bárki azt hinné, hogy száz vállalkozást az összes gyereket van, ő réka a segítségem, ő egy faluban ő is csömeren lakik, de rékával tehát ilyen forró drótba vagyunk, hogy akkor a cseréjük az árat, három zsemle, három kifli, <gül> <gül> de hogy az se úgy van, hogy ilyen beosztott, én is tudok az ő dolgairól, mi van az ő gyerekeivel, mikor mennek föllépni, mert népi a kislánya, akkor mi van a kicsi fiú szemével. Tehát, hogy én magam is szeretem jól érezni. Itt, tehát, hogy partnerség van. Én nagyon... Ugyanis, hisz, amit ő igen. csinál, abban ő a legjobb. Igen, 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 meg szeretünk is, ö, szeretünk is együtt lenni, és ez egy baromi jó munka kapcsolat, meg baromi jó emberi kapcsolat. De nálam a kettő, tehát kell, hogy jól érezzem, törekszek arról, hogy jól érezzem magam minden körülmények között. Hát így egyszerűbb az élet, hogy igen, én igen. egyszer voltam nyaralni, és átvágott az utazási iroda, gyönyörű kilátást kértem a tengerre, gyönyörű kilátás volt a temetőre. Az igen. És, igen. és akkor az első pillanatban az volt, hogy ez egy szemétség. És akkor rájöttem, hogy f -f -f, tönkre fogom én tenni a két hetemet, hát szép a temető is. És akkor elkezdtük a sírokat úgy felfedezni, meg megnézni. Tehát az volt, hogy érezzem jól magam, én is így gondolom, hogy aztán majd lerendeztem utána az irodával, mikor hazajöttem, de abban a pillanatban nem volt értelme. Tehát mélységesen megértem a te, te gondolataidat. Mert Teológiai... az átkeretezés, mert hogy igen. az a kérdés, hogy bármi történik, hogy tudod átkeretezni. mert mire van az, hogy mi történik, van, amikor nincs ráhatásod. El kell hogy van hatásod, nincs, de ha nincs, akkor tudsz egy döntést hozni, hogy ezt az érzetet föltolod, és utána tudatosan át tudod-e keretezni valamivé. Igen. Én ez is nem szoktam egy csomószor rögtön válaszolni a számomra kellemetlen levelekre, hanem várok egy kicsit, hogy vegyek egy nagy levegőt, hogy ne csúnyán fogalmazzak. Ez nagyon fontos. Igen. Tehát ez ne Nagyon-nagyon fontos. Igen. Különösen szangvinikus. Én szangvinikus vagyok, tehát nekem azért ez nagy élet. És üvölten is tudsz mint a fába szorult férek, de ezt már sikerült tudatosan olyan szintre redukálni, hogy vezetés közben. Tehát azt még nem sikerült megoldanom. Mi ezzel az autóban magadban? Igen, tehát, hogy igen, de, és, és ez még nagyon negatív, bevallom, a gyerekek már ott is, akik remekül szórakoznak rajta, hogy anya is csúnyán beszél, de roppantó emberi. Elvégezted a teológiai főiskolát. Ez valahogy nekem kilóg a történetedből. A teológiai főiskola business coach szakát. De miért pont a teológiai főiskola? Na ez is sztori. Ü, ugye a Corvinuson ü, először is lett egy jogszabályváltozás, ami a coaching szakmát szabályozza, hogy miféle egyetemi képesítés kell hozzá, itt ebben most nem megyek bele. Lényeg az, hogy az a cég, ahol én alvállalkozó vagyok, mit csináljuk a Corvinuson a business coach képzést. Nada a jogszabályváltozás rám is hatott, tehát előállt az a helyzet, hogy én tanítom, de nekem meg még nincs meg az a végzettségem. Akkor gondolkodtam, hogy beiratkozzak-e magamhoz, abban némi <laughs> konfliktus interesztet éreztem, és akkor akkor mondtam, jó, hát ez azért mégis tarthatatlan, tehát nekem is elő kell állítanom ugyanazt a papírt, és akkor megnéztem, hogy a piacon melyik az az elérhető képzés, ahol a legjobb szakemberek vannak, ahol én azt gondoltam, hogy ha már ezt bár tíz éve működtem akkor már üzleti kocsként, de most meg kell szerezni ezt a papírt, akkor abba keretezzük hát ugye megint, és vegyük ki a legjobbat. És ez a Pünkösdi Teológiai Főiskolán volt, fantasztikus volt, fantasztikus oktatókkal, csoporttársakkal igazi lelki üdülés volt. Kik voltak a csoporttársaid? Milyen, milyen szakmából jöttek? Ö, volt ö, biológiai kutatómérnök, volt, volt tréner, akkor a mostani Coaching cégbe a két kollégám. Ö, nagyon vegyes, ö, akkor volt egy vállalkozó, vállalkozóhölgy, akinek turisztikai vállalkozása volt. Tehát, hogy nagyon vegyes volt a csapat, de nagyon-nagyon jó volt. Szakmai kócsban vagy jó, vagy mondjuk a magánéleti kócsban Biznisz. is? Business. Business ugye itt tud a business coachingba kiteljesedni minden, amit én képviselek, bár én már Egyrészt ugye az emberi rész, hogy szeretem, nyitott vagyok, kíváncsi vagyok, tudok hatást gyakorolni, és azt gondolom, hogy nagyon motiváló hatást tudok kifejteni, illetve ki tudom úgy forgatni a tisztelt ügyfelet, hogy előre tudjon lépni a saját elakadásába, és ugye egy üzlet, tehát hogy az üzletembernek, tehát megérkezik a vállalkozó, a vezető, a tulajdonos, és ezt a kettőt ötvözni tudom. És itt minden egyesül, ami az én banki múltam, és a coaching múltam is. De már inkább úgy mondanám, hogy, hogy Bánzsúzsá szupervíziós coach mesteremre tekintettel, hogy én is már üzleti edzőnek tartom. <laughs> tehát a business coach a szó már így egy kicsit el van ö, devalváva jelen pillanatban, sajnálatos módon, de hogyha magyarosan mondom, hogy üzleti edző, az jobban kifejezi. Tehát, hogy használom a coaching eszköztárat, de már mentorálok is, és üzleti tanácsot is adok. Tehát, hogy ha azt kérdezzük, hogy mi a Varga Eszter koktélnak az eleme, ez mind az eleme. Tehát a teljes coaching eszköztár, az üzleti tanácsadás is, és a mentoring is. Tehát ez a kombó, amit mondjuk ebbe a sipkámba nyújtok az ügyfeleknek. Belefér a te, te üzleti profilodba, hogy mondjuk oda megy valaki, és azt mondja, hogy Eszter, van egy millió, ez nagyon sok pénz nekem. Mit kezdjek vele? szeretnék 1 millió 500 belőle csinálni, mert az megoldaná a család életét, vagy csak mondjuk 100 milliókkal foglalkozol. Ilyenfajta fajta pénzügyi tanácsadást, hogy hova fektessed a pénzedet így, egyébként ez jogilag is nagyon szigorúan van szabályozva, hogy mit mondhatsz, ezt kifejezetten nem csinálom. Tehát az, hogy a pénzemből hogy lehetjen ennyiből ennyi, ezzel nem foglalkozok. Azzal, hogy hogy legyen sikeresebb a cégem, és hogy tudjak skálázódva ekkorát növekedni, az értelmezhető kérés. És hogy látod a magyarországi vállalkozásokat, meg a vállalkozók helyzetét, mert, mert abból is bőségesen van már, tehát valaki gondol egyet és vállalkozó lesz, anélkül, hogy ezt komolyan végig gondolta. Mondok egy nagyon szomorú példát, akit én nagyon szerettem, Bajorimit, aki azt mondta, hogy jó, akkor lesz egy éttermem, és mindenét, ingét, gatyáját az éttermébe fordította, mondván, hogy a Bajorimi nével viszi az éttermet. Hát nem vitte el. Hát ez a pandóra szelencéje, mert a tesztoridból azt hallom, hogy ez egy erősen érzelmi típusú befektetés volt. Én ami is az lennék egyébként érzelmi. Tehát én ezt értettem az Imrét. Értettem. Na, tehát, hogy az egyébként kell, hogy amit szeretnénk csinálni, azt így szenvedélyesen akarjuk, szeressük és higgyünk benne. Tehát, hogy ez kell, mert különben nincs meg az a kraft utána, ami áttol a nehézségeken. Tehát, hogy ez nagyon jó, hogy van. De utána viszont jönnek a makacs számok, meg például az éttermi szakma az egy borzasztó nehéz a vendéglátás. Tehát a vendéglátás az egyik legnehezebb ö, üzleti tevékenység. Nagyon kevés jön be jól, tehát ö, ha nézed azt, hogy hogy cserélődnek, hogy hány étterem van az, aki hosszú távon működik, tehát, hogy nem tudom, százból egy, vagy nem tudom, mennyit lehet. Tehát ez egy nagyon komoly szakma, tehát, ezt a, tehát a vendéglátás úgy, hogy nem értesz és nem vagy vendéglátós, kifejezetten kerülendőnek tartom, és sajnos azt is látom, hogy ez az a típusú érzelmi befektetés, hogy sok üzletembert láttam, aki találta, hogy éttermet. Igen. Tehát, hogy ö, ö, ilyenkor, mikor valaki elkezd éttermet, sem mindig elkezdem forgatni a szemem, mikor tudom azt, hogy nem vendéglátó. És milyen jó befektetés? Most már pont pont tegnapiba láttam ezt a, ezt a fűszeres embert, aki, aki a húsokra a fűszereket készít, és mindannyian ráugrottatok, hogy ez milyen nagyon jó üzlet. Én nem láttam benne olyan nagyon jó, de hát én nem vagyok szakember. Azt látom, hogy bemegyek a boltba, és millió van, millióféle van, de ti valamit ebben felismertetek, hogy aki viszont nekem nagyon szimpatikus volt, láttam, hogy kezdetleges ez a, ez a fogorvos, hát ennél édesebb fiú a világon nincsen. Ez így van. És mérges voltam, hogy miért nem segítitek. De akkor ezek szerint ilyenkor a szíveteket az gyorsan félre kell tenni, és a számokban, mert éreztem én is, hogy azért ez nem komoly dolog, amit ő kitalált, lehet majd, de ez egy tündéri fiú. Itt még túl korai volt. Igen, igen. Tehát, hogy van egy ilyen befektetési forma, amit 3F-nek hívnak, ez a Friends barátok, Family család és fúz bolondok. Tehát van a vállalkozási ö, ö, érettségnek egy olyan stádiuma, amikor még a, a kutya se rak bele pénzt, csak maximum a család, a barátok és valami bolond. De hogy ez nem ilyen kitalált vicces kategória, hanem ez egy létező. Befektetési forma, és rengeteg sikeres cég indult el, hogy először még csak na, csinálja a gyerek vagy, és így beleteszik, és utána kimozogja magát. De klasszikus befektetési értelemben ez még nem volt értelmezhető, viszont pont azért szerettük mi is a Pétert, aztán Péternek Igen. hívták a, a, a fiút, mert viszont amit nézünk, hogy milyen hatással van rád maga az ember. Tehát ő meg fogja csinálni. És miért? Mert orvosok, az orvos, személy is az orvos így általában, nem üzletileg, nem az a kategória, aki nagyon szeret nagyon kockáztatni, tehát általában ahhoz a mindsethez alacsony kockázatvállalási hajlandóság kapcsolódik. És van itt egy fiú, aki fiatal és orvos, és ő mer kockáztat. Tehát már látszik, hogy neki már más mindsetje, neki ott a biznisz. És érti a világot, hogy digitalizálni kell, Érti azt, hogy alig lehet bejutni a fogorvoshoz, és hogy van piac, tehát érti a piacot, mer vállalkozni, mer kockáztatni, és még el is kezdte. Hát 14 ügyfele volt. Nem már. baj, nem baj, de hogy az viszont tényleg minden, ami a fogászattal kapcsolatos, az megy Magyarországon. Tehát, hogy ő ezt meg fogja csinálni, és lehet, hogyha egy év múlva visszajön a cápák elé, és azt mondja, hogy már 200 fogorvosa be van kötve, és már minden megyeszékhelyen tud, és már a konzultációk száma annyi, hogy bevont más fogorvos kollégákat, és az egyik oldalt, és a másik oldalt is képítette, és már nem egy weboldal, hanem egy applikáció, ami egyébként egy éven belül megcsinálható, meg ugye megint a, a, tehát a, az orvos az a szakmai munkát szereti végezni tehát hogy szakmai, és az orvos szakmai munkát. Tehát az, hogy egyeztessünk időpontot, bejött, fizessen, adminsz, ezt nem szeretik annyira. És gyakorlatilag ez a fiú pont azt a részét tudja majd levenni az életükből, tehát hogy ez egy win-win szituáció lehet az ügyfeleknek és a fogorvosoknak is. Tehát, hogy én hiszek a Péterben, ő csak még egy pici korai, korai volt. volt. Ha most nem tudom, hogy van-e vállalkozásod a, a, a sajátodon túl, de ha mondjuk most vállalkoznál, te mi befektetnéd a pénzedet, vagy a cápák pénzét? Hát <kül> például az egészségügy, tehát azt gondolom az egészségügy egy jó szeg és a másik pedig az IT és technológia vagy energetika vagy ezeknek a kombói az it nem haladta meg a mesterséges intelligencia, vagy oda sorolod azt Oda is? azt is, igen. Használod már a mesterséges intelligenciát? Tényleg? egy gpt 4 abszolút beszélgetünk az Open AI-ban, és pont pénteken mm. voltam Balog Petyánál AI vezetőknek kurzuson, és be fogok iratkozni a kettes szintre is, mert rem rémségesen hasznos volt. Tehát már ezt hozta a cápa Balog Petyával a kapcsolatot, és én már tanulok is, tehát cápa tanul cápától. Nem ismert korábban egymást? De, de <coughs> ö, kapcsolódtunk már, egyébként ö, pont úgy kapcsolódtunk, hogy ugye ez a cápa, ez nekem egy nehéz szülés volt, és már a régi kasztingokon is találkoztunk. De szereted a cápát csinálni, azt látszik, hogy. Most, most még ebbe a, <coughs> most akkor lement ez a, első rendesnek ugye a, a, gyártása, ugye most mennek ugye a tévébe a részek, és most így nézem a hatásokat, például amit mondasz, hogy milyen kommentek vannak, azt mondták, hogy nem kell kommentet olvasni. Úgyhogy én nem olvasok kommentet. Ugye a férjem olvassa, tehát a férjem mondta, amit te említette, hogy úristen, rövid a haja. <laughs> tehát rövid hajjal ugye nem lehet élni. Meg ugye volt a másik, hogy még egy negatív volt, amit ugye viccesen beolvasott ez a 30-as karrierista lufnya, hogy lesz ennek gyereke. <laughs> És ezt, de Jutál én ezt, rajta nevetni, vagy? Igen, ezt is pozitívnak vettem, úgyhogy úgy, hogy, úgy hogy a férjem mondja, Petya szokott nekem még visszajelezni, hogy milyen jók a kommentek. Tehát, hogy én ehhez tartom magam, meg nem is érek rá nagyon olvasgatni. Uh -huh. Megmondom, ez őszintén. Ha már gyerekeket mondod, mindig mondod, hogy van két nevel gyerek. Igen, igen. Ők, gondolom a férjedre. Igen, első házasságából. Úgy mondom, hogy négyen vannak testvérek, csak a két fiú már felnőtt. A legnagyobb már a viszi a rozikát a teniszversenyre, tehát már együtt készülődnek, együtt drukol neki, akkor a. a kisebbik nagy, az a kisfiammal együtt nyomják a Fortnite partit, tehát mindenki megvan, hogy kihez kapcsolódik, kinek a, ő, akkor felvételi előkészítőnél ugye a legnagyobb matekozott a a kislányommal, mondtam, hogy akkor hány feladatlap van, tehát, hogy ki vannak osztva a feladatok. De hát mondjuk egy család is lehet egyfajta ilyen szervezeti egység, amit jól kell irányítani. Hát igen, például nálunk a karácsony, tehát, hogy mit tudom én, advent van, akkor kopány megérkezik, és rakja a fákra, és rakja föl az égőket. Tehát már kérdez is, hogy akkor, akkor mikor Díszítünk, akkor megvan az ütem, hogy hogy halad a karácsonyfa, azt csinálj, tehát hogy komoly feladat megosztás van, és mindenki nagy örömmel vesz részt. Benne. Nem féltél a, a, a két hozott gyerektől? Én azt gondolom, hogy ha ilyen helyzetbe kerül az ember, akkor tudomásul kell venni neki, hogy a az embert a a gyerekekkel csomagban kapja. Tehát, hogy itt szerintem nagyon sokan abban tévednek, hogy így le tudják szeparálni, és azt hiszem, hogy nem lehet, mert az nekem nagyon fontos volt, hogy láttam, hogy a férjem milyen jó apuka, és hogy az én gyerekeimnek is akkor milyen jó apukája fog lenni, és hogyha ő ilyen jó apuka, akkor én próbálok jó pótanyuka is lenni, és így próbáltuk nevelni a fiúkat is, és Szerintem ez jól sikerült. Mivel foglalkozik a férjed? Felsővezető egy IT cégnél S Magyarországon. És voltál, mikor férjez mentél? Igen, igen. Tehát most már 25 éve vagyunk együtt, és most is őt választanám. <laughs> nagy esküvőtök volt? Délafrikába. Hát akkor nem voltatok sokan. Ketten. Asz, és a tanúk voltak? Helyi ember. Meglepetés volt. Meglepetés volt, csak azt mondta a férjem, hogy elmegy, kiugrunk hosszú hétvégére valahova, de valami szebb ruhát hozzak. Jó? És akkor a Liszt-Ferenc repületén egy hangos bemondóval keresték a férjemet, hogy hát probléma van, mert ö, törölték a Johannesburgi járatot, és csak én ott, hogy jó. Hogy jó. Nagy, ő teljesen lefagyott, hogy szervezi egy hívet. Egy igen, igen, és, 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 akkor most akkor mi lesz? És akkor hát mondtam, és akkor mondták, majd megyünk a következő járattal, mert átraktak. Hát mondom, akkor nagyon jó, és akkor, akkor vallotta be ott a de akkor lekéstük a saját esküvőnket, és ami elképesztő munkával a Czürik és a Budapesti Reptéren átra, meg tudta szervezni, hogy átrakták két nappal későbbre az esküvőmet, úgyhogy ez egy ilyen fantasztikus Kaland volt. Romantikus kaland volt. Nagyon szépen köszönöm, én Dr. is köszön. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazine podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyrabecsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat. Ez életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat.